Gazdáik mellett sorakoznak a kutyák a háromnapos rendezvény nyitó ceremóniája, valamint az azt követő eligazítás alatt. Ezután a kutyák egyesével kezdik meg az engedelmességi bemutatójukat, amelyet a zsűri már pontoz is. A Nemzetközi Szolgálati Kutyás versenyt második alkalommal rendezik meg Magyarországon. Második, egy kicsit nagyobb szabású, több ország meghívások, 8 ország, ebből 4 ország nevezett, Lengyelország, Románia, Csehország és Szlovákia, tehát több mint 10 fővel külföldi versenyző is részt vesz, illetve közel 80 versenyző összesen Magyarországon valamennyi területi szerv, illetve képviseli magát, illetve társszervek, büntetés végrehajtás, polgárőrszövetség, illetve a Magyar Honvédség is nevezett egyes szakterületeken, olyan szakterületeken, amilyen kutyákkal ők rendelkeznek. 4 szakterületen történt a nevezés, járőr, kábítószerkereső, robbanyagkereső és nyomkövető szakterületen, így a külföldi versenyzők is ebben szép számmal jöttek, illetve valamennyi területi szerv, szinte a 4 lehetőség, 4 opciót kimerítve, 3-4 fővel nevezte magát. Ádám Zsófia és hivatalosan B. Armageddon nevű, de csak Takának szólított belga juhász kutyája többek között helységet és csomagokat fog átvizsgálni, valamint egy terepkutatásban is részt vesz. A készenléti rendőrség tűzszerész szolgálatát képviselem a versenyen, a robbanóanyag keresésben indulunk a kutyámmal Takörrel, és hát az elmúlt egy hónapot azt aktívan felkészüléssel töltöttük. Mindenféle szituációs feladatokat csináltunk a kutyának, emellett az engedelmességi és ügyességi feladatokra is nagyon nagy hangsúlyt fektettünk, illetve a készenléti rendőrséget a Military Akadályverseny számban is mi fogjuk képviselni. A verseny 3 napos szakmai részből áll, majd pénteken egy nyílt napot tart a rendőrség, amelyre a szakmai vendégek mellett az érdeklődő látogatókat, valamint a gyermekeket is várják. Lesz többek között kutyás bemutató, fúvós zenekar és tűzoltósági happarti is.